5%-os idén az infláció Németországban, ami az energia, az élelmiszerek, illetve egyéb termékek, vagy a bérleti díjak árában egyaránt megmutatkozik. Ilyen mértékű áremelkedésre 30 éve nem volt példa Európa legnagyobb gazdaságában. Egy ikerpár szülei éppen lakást keresnek. A 30 éves anya azt mondja, valószínűleg vidékre költöznek, mert a városi ingatlanok számukra most elérhetetlenek. A legnagyobb példányszámban eladott német heti lap a Bild az Európai Központi Bankot hibáztatja, amiért az nem tudta visszafogni az árakat. A lap Christine Lagarde LKB elnököt Madame Inflációnak nevezte, elődjét Mario Draghit pedig Draghi Lagrófnak. Elemzők ezzel szemben azzal érvelnek, hogy pénzpolitikájával az LKB megóvta az eurózóna jólétét. Az ING egyik közgazdásza azt mondja, az infláció főként a magas energiaáraknak és a magas nyersanyagáraknak tudható be, amihez persze hozzájön a koronavírus járvány miatti bezártság megszűnése, ami a vendéglátásban és a turizmusban is áremelkedéshez vezetett. Az elemző azt is mondta, a németek Lagarde kijelentését, miszerint az infláció csak átmeneti, hitetlenséggel fogadják.